Vasárnap pontban reggel 6 órakor Tolna megye mind a 206 szavazó körében rendben elindult a voksolás. Háder Dániel most először járulhatott az urna elé. Nagyon fontos az, hogy a fiatal is kivegye a részét abból, amiben gyakorlatilag élnie kell. Fontos, hogy mindenki tudja azt, hogy mi miért történik, és mivel voltak éppen mi jövőnket alapozunk meg most, ezért ezt kell benne vennünk. Délelőtt 11 óráig a jogosultak 26,57%-a adta le a voksát Tolnában, ezzel némileg túl teljesítve az országos átlagot. Az embereket a hűvös, esős, havas időjárás sem zavarta. A jövőnk múlik rajta, és a gyerekeinknek az érdekeljé jöttünk el. A nap során Tolna megyében mindössze néhány rendkívüli esemény történt. Ilyenek voltak például az egyes választókerületben is, de a voksolást egyszer sem kellett ezek miatt leállítani. Találtak egy szavazótollat, amin az egyik jelöltnek a neve szerepelt, akkor ezt eltávolították, akkor találtak a szavazókörben egy olyan szavazólapokat, amelyek nem kerültek kitöltésre, a fülkében találták ezeket, akkor ezeket begyűjtötték, találtak egy matricát, amin különböző feliratok voltak választása összefüggésben, ez is a fülkén volt elhelyezve, ezt is eltávolították. Ezek mellett például Apparhanton egy házaspár tagjai beszélgettek egymással, miközben külön fülkékben szavaztak, Dombóváron pedig a Szavazatszámláló Bizottság egy tagja rosszul lett, ezért hazament. Dr. Gábor Ferenc a választás másnapján azt mondta, nagyon köszöni annak a több mint 500 főnek a munkáját, akik Tolna megye egy-egy számú választókerületében részt vettek a voksolás lebonyolításában. Este 7 óráig végül összesen 117.589-en szavaztak, vagyis a jogosultak 68,16%-a adta le a voksát. A hajlandóság így nagyjából 1,5%-kal az országos átlag alatt maradt. Tolna megye egy-egy számú választókerületében a Fidesz-KDNP színeiben induló Horváth István a leadott voksok 56,27%-ának megszerzésével közel 10.000-es szavazatkülönbséggel győzte le az ellenzéki összefogás jelöltjét, az MSZP-s Harangozó Tamást. Hála és köszönet a szavazópolgároknak, akik elmentek szavazni. Nyilván nekünk majd az eredményt még ki kell értékelni, de mindenféleképpen ez a fajta magabiztos felhatalmazás, amit kaptunk a választópolgároktól, azt a felhatalmazást adja, hogy folytassuk azt a családpolitikát, nemzetpolitikát, gazdaságpolitikát, amit az elmúlt 12 évben az Orbán kormány felépített. Tolna megye 2-es számú választókerületében is kormánypárti győzelmet hozott a vasárnapi választás. Potápi Árpád János nemzetpolitikáért felelős államtitkár a 2018-as eredményét is majd 5%-kal meghaladva a voksok 63,27%-át szerezte meg, míg a DK-s az ellenzéki összefogást képviselő Szabó Lórándra a választók 26,22%-a szavazott. Potápi Árpád János a választás másnapján azt mondta stábunknak, jól esik neki, hogy az emberek elismerték azt a rengeteg munkát, amit az elmúlt 4 évben a választókerületéért tett. Az emberek békére és biztonságra törekednek, és egyébként az elmúlt 4 évnek a sikereit is elismerték, sőt, nyugodtan mondhatjuk azt, hogy ezek közös sikerek voltak, hiszen nem a kormány ért el, hanem a magyarokkal értük ezt el. Külön öröm számomra az, hogy határon túlról is rengeteg szavazat jött vissza, nyilván ott is közösek az eredményeink. Tolna megye 3-as számú választókerületében Süli János, a Fidesz-KDNP jelöltje, a paksi atomerőmű bővítésért felelős tárca nélküli miniszter, a térség eddigi országgyűlési képviselője, a szavazatok 63,82%-át szerezte meg, maga mögé utasítva ezzel Bence Jánost, az ellenzéki összefogás jelöltjét. Süli János a választás éjszakáján arról beszélt, hogy 2018-ban a szavazók 58%-a húzta az ő neve mellé az X-et, most pedig még ezt is sikerült felülmúlni. Köszönöm a választóknak a hozzájárulást, azt, hogy elfogadták azt a munkát, amit 4 évig végeztem, kollégáimmal, együtt barátaimmal. Köszönöm munkatársaimnak, akik segítettek. Ma is köszönöm, akik reggel 6-tól ott voltak végig a választókeletekbe, végezték a dolgokat, adták az adatokat, hogy mindenkinek csak köszönni tudjuk. Nem csak Tolna megyében, az egész országban a Fidesz-KDNP nagy arányú győzelmével ért véget a szavazás. Az eddig kormányzó koalíció összesen 135, míg az ellenzéki összefogás 56 helyet szerzett meg az országgyűlésben. Beütött még a Mi Hazánk 7 képviselője és a magyarországi németek önkormányzatának nemzetiségi szószólója.